Ma kezdődött és jövő keddig tart Mohácson a busójárás. Ez a néphagyomány arról szól, hogy a maskarások előzik a telet, és érkezik a tavasz. Kollégánk Szilágyi Jenő ott van a Dunaparti városban. Szervusz Jenő, rengeteg program várja azokat, akik ellátogatnak a hétvégén a településre. Arra kérlek, beszélgető partneret segítségével soroljatok fel ezek közül néhányat. Szervusz, köszöntöm a radar nézőit. Itt van mellettem Rostra Endre, a busóudvarnak a vezetője, aki további részleteket fog elmondani arról, hogy mi is várható itt. Ugye ma kezdődött ez a busójárás, és egészen keddig tart. Mi zajlott ma eddig le, illetve mi lesz holnap után? Hát minden évben ugye 9:30-kor csütörtökön kezdetét veszi a maszkötölt apróján adja. Ez a helyi iskolák, kisiskolások és az óvodások bevonásával adnak egy nagy műsort az ifjúsági centrumba. Onnan pedig a gyerekeknek egy része átjön ide a busudvarba és a busókerék vetélkedő, ami már egy ilyen végleges vetélkedő lesz nálunk. Itt már a legjobb csapatok versenyeznek, és csak mohácsiak, mohácsi és környéki csapatok mérik össze tudásokat, és innen indul már a busójárásnak a menete. Ugye törekvés most már évek óta, hogy ne csak vasárnap jöjjenek, hanem már csütörtökre egészen keddig. Ez mennyire jött be? Tehát az első, hogy mondjam, a felvezető programok mennyire látogatottak? Szerintem jövögetnek, nézegetik, azaz hozzá kell tenni, a legtöbb ember az a hétvégére érkezik. A csütörtök péntek, ugye itt tele van kulturális programokkal, vannak színpadok, a Facebook oldalán a mohácsi busójárás hivatalos oldalán mindent megtalálnak, ezt ki is szeretném emelni, hogy egy hivatalos oldala van a busójárásnak, tehát a mohácsi busójárás hivatalos oldal, ott minden program fönn van, megvan kézibe is, tehát ezt lehet vinni az offline kiadványokat, és minden, szinte minden helyen színpadok vannak, jönnek a zenekarok, és tehát el fog indulni. És ugye szombat-vasárnap azok a fő napok. Ugye Mohács most már évek óta feszegeti a határait, hogy mennyi vendéget tud fogadni. Egy 13 000-es városról beszélünk, és nagyjából minden itt lakóra nagyjából 5 vendég jut, szóval hogy tudják ezt megoldani? Hát a város és a szervezők azok folyamatosan készülnek. Tegnap este is még fönn voltam egy egyeztetésen. A város mindent megtesz, és le is fogja tudni ezt bonyolítani. Ugye évről évre jönnek az emberek, látogatottság. Hát a Mohács az elérte azt a határt, hogy nem nagyon tudunk több embert befogadni ide. A főnapon hány busóra számítatunk? Évek óta mindig rekordon, de valószínűleg ez idén is így lesz. Igen, benne is van, a látogatók is láthatják a busócsoportoknak a nevét. 71 busócsoport van, és 2500 a beöltözöttek száma ezen a busójáráson, tehát 2500 busó fogja űzni Mohácson a telet. Miért kell ennek busócsoportok? A busócsoportok azért nagyon-nagyon fontos, hogy különböző, vannak a színpadok, ők föllépnek, ugye ezek Mohácson itt élő családok, baráti társaságok alakítják, formáják. Itt vannak olyan, hogy 70 fő, 150 fő, 8 fő, tehát különböző. És a csoportoknak a vezetőinek majd feladatuk van, de igazából ők koordinálják ezeket a csoportokat. Vállalnak táncfellépéseket, ugye felvonulnak, most ugye különböző volt ez a gépszemle, tehát gépekkel jönnek be, így nyomon lehet követni, hogy melyik csoport az, és ugye amikor megy a menet, akkor azt bemondják a Széchenyi téren a tribűről, hogy például ez a Grupa Rakia csoport, ez a Poklade csoport, tehát meg vannak különböztetve zászlókkal a csoportok, és akkor lehet látni őket. Ugye, ha jól tudom, akkor van egy etikai kódex, amit aláírnak, tehát a busok barátságosak. A busok azok maximálisan barátságosak. Ehhez az ünnephez, ez egy téltemető tavaszvári ünnep. Az itt élő sokadság kebelén nevelkedett ősi néphagyomány. Ők a régi Boszniából, a hajdani Jugoszláviából ide telepített katolikus horvátok. Ezt ők hozták magukkal, nekik lehet köszönni, hogy ez fönnmaradt, de most már az egész városra, térségre és Mohácson szinte mindenki, úgymond kicsi, nagy öltözik. Endre, köszönöm, és sok sikert a rendezvény, ezt gondolom a jövő hét az pedig a pihenésről fog szólni. Tehát aki szeretne jönni Mohácsra, a busójárásra, az ne habozzon. Remélem, hogy kedvet csináltunk ehhez. A főnapra nagyon sokan, nagyjából olyan 70-80 000 embert várnak, tehát aki a 2 órára a felvonulásra ide szeretné érni, azért az időben induljon el.